A Felső Szabolcsi Kórház folyamatosan arra törekszik, hogy a betegellátáshoz szükséges rendszert magas szinten biztosítani tudja. A jelenleg megvalósuló programon belül három terület fejlesztését tudják megoldani. A cél a betegek magas színvonalú ellátásának biztosítása egy energiatudatos egészségügyi intézményben. 2018. februárjától már a modern korszínvonalának megfelelő konyhaüzemben történik a főzés, mosogatás, tálalás a kispárdai kórházban. A felújítás két ütemben történt. Első körben egy uniós közbeszerzési eljárás keretében a gépek beszerzése történt, amelyek az előkészítés körülményeit ezáltal a minőséget javítják, de jelentős energia is eredményeznek majd az intézménynek a korábbi felhasználáshoz képest, hangzott el az ünnepélyes átadáson. Hegyi Henrik a kórházigazgatója kiemelte. Ezzel a olyan lépést tett az intézmény, amelyel a betegek és a dolgozók elvárásának megfelelő minőségű ételeket tudnak készíteni. A kórház konyhája az év 365 napján dolgozik. A csúcsidőszakban 500 fő élelmezését biztosítja a konyha, és emellett napi szinten 150 kórházi dolgozó étkezik még az intézményben. Sesták Miklós fejlesztési miniszter beszédében kiemelte, a rossz minőségű étel elfogyasztásával nem lehet dolgozni és nem lehet gyógyulni. Én azt gondolom, hogy azért fontosak ezek a beruházások, mert azt tudjuk üzenni mindenkinek, hogy nem csak az egészségügynek a direkt gyógyító részeire figyelünk, hanem azokra az emberekre, azokra a dolgozókra, és így közvetlenül ad azokra a betegekre is, akik a kórházba kerülnek, hogy megfelelő színvonalú és ízletes táplálóértel tudjunk segíteni a mielőbbi gyógyulásukhoz. Szerintem ez egy fontos projekt volt. A beruházás második ütemében a konyhaüzem üzem teljes építészeti felújítására is lehetőség volt, így a nyillázzárók, burkolatok, elektromos hálózat, légtechnika is megújult, összesen 102 millió forint értékben. Stúdiónk vendége az intézmény első embere, Hegyi Henrik főigazgató. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívásokat, jó estét kívánok úr már védelt? Igen, igen, igen. És jól, jól laktam, igen. Mi volt ma az ebéd akkor? Zöldségleves volt, majdnem. Ezt csak azért mondtam, mert a felújítási időszak alatt az elmúlt három hónapban minden nap zöldséglevesünk volt, azt tudtuk ellenállítani egy külső szolgáltató segítségével, úgyhogy ez már a kórházunkban egy kicsit ilyen legendával nőtte ki magát, de a mai napon egy másfajta leves volt, egy brokkoli krémleves volt, amit nagyon izletesen főztek a munkatársaim. Mekkora dolognak számított ez az elmúlt időszakban történő kivitelezés, beruházás, fejlesztés? Ennek a konyha a jelentőségét abban tudnám megfogni, hogy az elmúlt időszakoknak az Európai Uniós forrásai általában mindig a gyógyító, területekre, gyógyító területeket célozták meg, oda fókuszáltak, tehát ami a beteg közvetlen közelében történik, az legyen rendben, és azt javították de egy kórház, egy nagyon komplex üzem, egy gyárként működik, aminek egyik fontos része például a élelmezés biztosító, biztosító konyhaüzem, és amely nálunk sajnos már az elmúlt 30 évben leromlott, a eszközök elkoptak, cserére szorultak, és emiatt örültem annak, hogy egy ilyen sikeres projektet sikerült megvalósítanunk. Ö, nem csak ez a vágy, fejlesztési vágy állhatott sorban, én úgy gondolom, az intézmény életében, akár ha egy listának tekintjük ezeket a fejlesztendő területeket, hanem most jelenleg olyan területen is zajlanak változtatások, ami által energia tudatosabbá tud válni az intézmény, gondolom Igen. energiát tudnak spórolni, tehát a költségeket vissza tudják venni, mire kell gondolni? Több irányunk is van, befejeztünk egy gőzkazának a kiépítését a kazán, ami gőzfejlesztést végez a kórházban, ez már energiatakarékos lépés volt, most kezdtünk hozzá egy napelemparknak a telepítésére, az a kórház parkjában üres területén fog megvalósulni, illetve ennek az évnek a legnagyobb beruházása, a legnagyobb fejlesztése, pedig a komplett intézményi nyílezáró csere lesz, illetve egy külső hűszegetelés cseréje lesz majd, ami már szintén egy 20 éves a kórház életében elavult, most már modernebb nyílezárók vannak, és ez majd a számlánkon is meg fog látszódni. Még belegondolni is soknak tűnik, hogy ennyi fejlesztés zajlik egyszerre. Gondolom, hogy néhány magyarországi kórház szívesen venni, hogyha az önök cipőjében járhatna. Miknek kellett összejönnie, egybevágnia, hogy mindez megvalósulhasson? Ami még mondjuk folyamatban van, arra is gondolok. Azokat a pályázati lehetőségeket figyeltük, amelyek kórházakra voltak kírva, és ezekben a pályázati lehetőségekben megértük a sikeres pályázatunkat, beadtuk, és itt sikerült nyernünk, ez volt szükséges hozzá, és a sikeres támogatási szerződés aláírását követően pedig hátra marad, vagy még hátra van a projektnek a megvalósítása, ami szintén számos buktatót igényelhet, de egy nagyon komplex tervezési folyamat mögött vagyunk, amely már előrevetíti, hogy a megvalósítás során megfelelő ütemezéssel hatás a belül tudjuk megvalósítani majd ezeket a hátralévő nagy hogy Úgy nem tudjuk van szó. Mi az, amilyen területen még nézelődnek, érdeklődnek, mire szeretnének az, Amire én nagyon büszke vagyok, sikerült határon átnyúló kapcsolatokat fenntartani, új kapcsolatokat nyitni, ez mind Románia, Ukrajna és Szlovákia irányába. Beadtunk egy olyan pályázatot, amely négy országból négy kórháznak a közös pályázata, mammográf gépcseréjét célozta meg, és hogyha sikerül, akkor mind a négy kórházban egy-egy új mammográf fog üzembe állni, akár ennek az évnek a végén is, de hát ez természetesen csak sikeres pályázat után valósulhat meg. Van egy olyan program is az önök életében, amely néhány hónapon belül már eredményt is hozhat eredményel is járhat, hiszen egy elég érdekes pályázati kiírásra is jelentkezett az önök intézménye, amelynek köszönhetően, mivel sikeres lett a pályázatuk, lesz anyákháza. Mire kell gondolnunk? Az Anyák Háza egy nagykereskedelmi cégnek a pályázata, amely Budapesten a Betesda Kórházban indult el. A Betesda Kórház az egész ország területéről fogadja gyerekeket, és természetesen velük együtt a szülőket is, és a kórházi körülmények között nagyon nehéz volt megoldani a hozzátartozóknak az elhelyezését. Ennek a cégnek a segítségével sikerült egy régi épületet felújítani ott, amit elneveztek Anyák Házának. Amikor ezen a projekten túl volt a cég, akkor eldöntötte, hogy nem áll le ezzel a támogatói-segítői szendékával, és kiterjeszti a vidéki kórházakra is a pályázati lehetőséget. Mi erre adtunk be az idén, egy pály illetve az elmúlt évben egy pályázatot, amelynek a keretén belül 5 millió forintot nyertünk. Az 5 millió forint arra lesz elegendő, hogy a gyermekosztályunkon a a kórtermek egy részét majd komfortosítsuk, bevigyük a zuhanyozókat a korteremben belül, nem csak a folyosón lehet majd elérni ezeket, kényelmesebbé tesszük a kórtermeket, hogy az anyák és a gyermekek mellett kényelmesen tudjanak elférni, akár éjszaka nyugodtan pihenhessenek is, amennyire ez lehetséges. Hány főbefogadására lesz alkalmas, amit most úgy fogunk nevezni kórházon belül, hogy anyákháza? Ez önmagában nem külön ház lesz, hanem a kortárnöknek a felújítása, a forrásnak a számbavétele még most történik, hogy az 5 millió forinton felül mennyire lesz szükség, amit saját forrásból biztosítunk. Egy 8 korteremnél szeretnénk ezeket a komfortosítási munkákat elvégezni. Amikor a pontos szám megvan, akkor tudunk majd egy tájékoztatót kiadni róla, hogy akkor ebből mennyi is valósulhat meg ténylegesen. Mindezeket a dolgokat, amikről eddig beszélgettünk, most egy kicsit kilépve a pályázatok témaköréből, a Felső Szabocsi Kórház esetében. Hány ember, aki a környéken él, és bármelyik nap előfordulhat ugye olyan eset, hogy a kórházba el kell menni a szakrendelésre, vagy akár fekvőbetegi is válhat? Hányan vannak, akik az önök segítségére szorulhatnak, számítanak? A kórháznak van egy alapfejlő területe, ez például a begyógyászati osztályhoz kapcsolódóan közel 80 ezer főt jelent, de a stroke ellátásban ez 150 ezer főre, intenzív ellátásban 150 ezer főre terjeszkedik ki, tehát a vásárosnami térség, illetve a zempléni hegységnek a határmenti és hozzátartozik ezen a területen. Napi szinten egy 450 és 550 fő, aki fekvőbetegként megfordul nálunk, és járóbetegként olyan 1000-1200 fő, aki az intézményünket felkeresi. Mindent meg tudnak-e oldani Kisvárdán, minden jellegű vizsgálatot? kell -e a környékben élő embereknek esetleg valami miatt távolabbra utazni? Természetes, a Kisvárdai Kórház, a Felső Szabolcsi Kórház egy városi kórház, annak megfelelő gyógyító palettával, és vannak olyan ellátások, például az onkológiai, amelyek megyei kórházakhoz vannak rendelve. Ebben az esetben, amikor a betegnek ilyen ellátása van szüksége, akkor továbbutaljuk vagy a megyei kórházba, vagy a Debrecen Egyetem ellátási körébe. Mi az a legközelebbi dolog, amit észrevehetnek majd a a kórházba belépő betegek, vagy vizsgálatra érkező paciensek a kórházon? Több ilyen dolog is van. Az egyik egy ilyen kisebb léptékű fejlesztésünk, amely azt célozza, hogy a kórházon belül tájékozódást segítsük. Nagyon-nagyon sok táblát helyeztünk már el a kórházon belül, ez a liftektől kezdve a irányító táblákig sok-sok táblát ölel föl. Hogyha beérkezik valaki a kórházba, akkor gyakran eltévednek időzőjelbe, és nem találják, hogy hova kell menniük. Ezek a táblák segítik a kórházon belüli közlekedést, a lifteknél tudják, hogy melyik nyomógombot kell nyomni ahhoz, hogy a szülészetre vagy a belgyógyászatra érjen föl. Ez egy kisebb lépték, kis saját fejlesztésünk, illetve ami látványosabb lesz majd, és ez várhatóan február végén március elején fog megvalósulni, két darab olyan liftet sikerül megépítenünk, amelyek eddig nem voltak a kórházon belül, illetve részben nem voltak. A járóbeteg szakrendelőnek a két szintjét nem kötötte össze eddig lift, és nagyon sokan a lépcsőn, akik mozgásban korlátozottak, vagy kismamák nehezen közlekednek. Gyalog kellett, hogy menjenek, vagy pedig nagyot kellett kerülni, hogy egy lifthez érjenek. Ezt most megvalósítottuk, áttörtük a két szintet, és egy új liftet építettünk oda. A másik ilyen nagy fejlesztésünk pedig a laboratóriumunk a második emeleten van, és az ott lévő lift az kb. 15-20 éve már nem üzemel, és ezt is most felújítjuk, teljesen új lift kerül bele, tehát innentől kezdve mindenki, aki nehezen mozog, liftet tudja megközelíteni a laboratóriumot. Ez nagy szép fájdalmam volt, hogy eddig ezt nem tudtuk megoldani, de tavaly a fenntartó segítségével egy viszmajor támogatást kaptunk, és ennek a pénznek a eredménye lesz majd az, hogy február végére, március elejére a két új liftünk üzembe fog állni. Köszönöm, hogy itt voltam a műsorban. Nagyon szépen köszönöm a meghívásokat.